Kaszálják a járóutat a közfoglalkoztatottak a Simai főfolyás mentén Nyíregyháza határában. A Felső Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság új, egy évig tartó közmunkaprogramja március 1-én kezdődött. Hét éve vagyok itt a Kedi Víziknél, szakszegyület vagyok. Itt a munkapolyamat változó nyáron, nyári időszakban járút kaszálás, medelkaszálás, hiszapolás, a téli időszakban megy a palápolások műtárgyak karbantartása, átereszek bulkolat tisztítása. A közfoglalkoztatottak a Vizignél elsősorban a belvízvédelmi csatornák kaszálását, cserjeírtást és iszapolási munkákat végeznek, de szükség esetén magas építmények karbantartásába és őrzés védelembe is bevonják őket. Jövő év február végéig mintegy 2200 főt foglalkoztat a vízügyi igazgatóság. Akkora a feladat, főként az elmúlt években a vízgazdálkodási társadalatoktól átvett több mint 2000 km csatorna karbantartása nélkülözhetetlenné teszi ekkora vagy majdnem ekkora létszámú közfoglalkoztatást. Enélkül nem boldogulnánk. A közmunkaprogram keretében oktatást is szerveznek a dolgozóknak, amivel szakmát lehet szerezni. Ez is hagyományos, minden évben van oktatás, most is több mint száz fő képzését fogjuk elvégezni, illetve biztosítjuk hozzá a közfoglalkoztatottakat. Különböző szakmákra irányul, mi elsősorban természetesen a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmákat részesítjük előnyben, de kisgépkezelők is vannak, hogy általában hasznosítható tudáshoz jussanak. A közfoglalkoztatottak 10%-a irodai munkát végez, sőt, aki bizonyít, státuszt is kaphat az igazgatóságon. Cseveni Tamás építőmérnök a Pécsi Tudomány Egyetemen szerzett diplomát. 2012. júniusában kezdett dolgozni közfoglalkoztatottként a Nyíri Szakasz ahol már kezdetben is sok szakmai feladatot kapott. A státuszt másfél-két év után kaptam meg, akkor nyílt lehetőség egy kollega helyére, hogy belépjek, és Hát szakmai bizonyításom alapján én kerültem kiválasztásra. A fiatalember most szakmérnökként folytatja tanulmányait ár- és belvízvédelmi szakirányon, amelyhez az igazgatóság 75%-os támogatást nyújt. A Feti Viziktől jelenleg összesen 17-en hallgatói a Bajai 5-ös József Főiskolának, amelynek kihelyezett oktatását ezen az igazgatóságon tartják.